Maximum 10 percet vesz igénybe egy véradás, átlagosan ugyanis 6 és 10 perc között tudják levenni a 4,5 deciliter vért. A véradóknak csak egy tűszúrás, valakinek azonban életet menthet. Kötelezettség majd, hogy nem aki egészségesnek érzi magát, az adjon egy kis vért. És hát ez életeket menthetünk. A 20. Erdők Hete programsorozatot az Országos Erdészeti Egyesület Erdei Iskola szakosztálya szervezi. Idén a 22 állami erdőgazdaság legtöbbje csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amely véradásra kéri az erdészeti dolgozókat. A KEFAG ZRT munkatársai közül többen is jelentkeztek. Voltak olyanok is, akik már rendszeres véradóknak számítanak. A legelső véradásom az még Sopronban volt egyetem alatt, egyetem ideje alatt, szerintem már több mint 10 éve. Most a nyilvántartás szerint nem tudtam, hogy elég sokat ott van, hanem nyilvántartva, és arról látom, hogy 9-szer vagyok itt, tehát 9-szer vagyok véradó. Az Erdők Hete programsorozat már hétfőn elkezdődött a megyében egy 24 kilométeres túrával, amelynek keretében átadták a KEFAG ZRT 16 személyes kulcsos házát császártöltésen. A hét hátralevő részében is akadnak még programok bőven, csütörtökön például általános iskolásokat várnak az arborétumba. Ehhez kapcsolódóan csütörtökön még nagy-nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik általános iskolából vagy középiskolából a továbbtanulás előtt állnak, mert a Kis Ferenc Erdészeti Szakképzőiskolának a tanulói, illetve egy-két pedagógus is itt lesznek reggel 9-től egészen délután 3 óráig, és várják mindazokat, akiket érdekel az erdész szakma, vagy még nem tudják, hogy mi leszek, ha nagy leszek, de szívesen szereznének tapasztalatot, tudást, információt arról, hogy mit csinál az erdész, illetve hogyan képezik az erdészeket az iskolában. Az egyhetes program keretében sor kerül egy kétnapos táborra is a Vackorvár erdei iskolában, ahová szegény sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeket hívtak. A rendezvény sorozatot a kiskunsági alkotótáborban készült alkotások kiállítása zárja, pénteken Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Művelődési Központban.